Komáromi Szabadidőközpont épületétől kezükben lámpásokkal indultak útjukra az apró manók a városunkba érkező jóságos Mikulás fogadására. Útközben karácsonyi dalokat énekelve megálltok az Európa udvarban, ahol apró figyelmességgel és édességgel várták őket a kávéház alkalmazottai. A klapkatéri éneklő fenyőfán előadott műsoruk után a gyereksereg nagy örömére nem sokára megjött a várva várt Mikulás is, aki mesebeli segítőtársaival együtt egy kamionon érkezett meg városunkba. Az angyalok és a manók, valamint a Huncut Krampusz mókás előadása után a gyerekek is átvehették a megérdemelt jutalmat a Mikulástól, akivel közös fotót is készíthettek.